Szevasztok, srácok! Úgy gondoltam, hogy a ponttáblázattal fogjuk kezdeni a harmadik kör előtt ezt a dolgot. Itt látjátok a friss ponttáblázatot. Hát Fodáék eléggé elhúztak, azt kell mondjam. 22 kill. Két kör alatt 22 kill Fodáéknak. Esports ready. Ennyi, esports ready. Kész. Nem tudok erre mit mondani, zseniális, ahogy játszanak, nagyon tetszik. És látjátok, hogy azért a többieknek is eléggé ott vannak a szeren. Úgyhogy nagyon király. Nekem a legnagyobb meglepetés, hogy most Muertiéknek ennyire rosszul sikerült ez a második. Még a harmadik körben belehúzhatnak azért, nekik is volt egy olyan körük, amikor 17 kill volt ugye a selejtezőben. Igen, tehát... most jelenleg a 14. helyen van, a Muerték kell nekik most ez a jó kör. Hát, hogy tovább jussanak, igen. Hogy tovább tudjanak jutni, közben visszajövünk hozzátok arccal is. Hamarosan tehát kezdődik az A csoport harmadik köre, tehát jó lesz. Az A csoport utolsó köre, ami eldöntő, ki jut be a döntőbe december 28-án. Olyan dolgokat tudunk a döntővel kapcsolatban, hogy inkább hagyjuk. Magyarul annyiban, hogy nem minden napi játékélményben lesz része annak, aki játszik, és nem minden napi élményben lesz része, aki nézi. Mindenki jól fog járni, aki eljön. De majd erről ezzel kapcsolatban később, úgy látom, hogy a csapatok itt is vannak a szerveren. Úgy van. Ha jól látom? Valahol látom, hogy... Nem, megvan mindenki. Megvan mindenki. A PUBG.hu srácok továbbra se tudtak jönni. Kiderült, hogy valami komolyabb gond van. És csak délután tudnának csak becsatlakozni, de sajnos ez nem fog menni. Úgyhogy el is indítjuk tehát az utolsó kört. Nézzük, hogy milyen lesz. Nézzük, hogy milyen lesz, indul a szerver szépen. Megint lesz kill parádi? Hát Fodáék, hogyha ezt tovább húzzák, megőrülök. Durván tolják. Ugye 40 kill a rekord. A rekord 41? 40? 40. 40. Pont kereken 40 a rekord, három kör alatt, amit FX-ék csináltak. Hát azért ez egy durva kör kell, hogy legyen, hogyha azt meg akarják dönteni. Na majd kiderül. Igen. Na majd kiderül. Majd kiderül. Természetesen egyébként díjazzuk majd azt a játékost, ez nagyon fontos, nem a csapatot, hanem a játékost, aki a legtöbbet öli a kupán. Ezt folyamatosan trackkeljük és monitorozzuk, úgyhogy ezt majd ott a rendezvényen élőben fogjuk külön díjazni. Kiderül. Hát van kiből válogatni, van, látom. Van egy pár eléggé komoly versenyző, aki azért jó sok killel. Elmebeteg killek vannak. Látszik egyébként, hogy vannak azok játékosok, akik tényleg agresszíven játszanak, és neki indulnak, és mennek, és nem ülnek. Tehát, hogy amit mondtál is, hogy két házzal szemben lövöldözünk egymást, egyik nokkolja magát, a másik megvárjuk. Tehát, hogy van ez a kategória, aki kivár, és van, aki meg így megy, mint az őrült, mert annyira magabiztos, annyira tudja, hogy ő tud lőni kvázi. Tehát ő annyi, tehát tudja, hogy egyszerűen tud lőni, és nem aggódik, amiatt, hogy mellélő. Így van. Hát vannak ezek a magabiztos, Foda is tényleg ez a magabiztos agresszív. Hát, mert tud lőni. Tud lőni, biztos magában. Ez fontos, és kevésszer hibázik, az tény. Az is nagyon fontos, hogy az ember ne hibázzon. El is indult tehát a harmadik kör, már is itt vagyunk a lobbiban, nézzük tehát, hogy hogyan alakul az A csoport, utolsó köres rácok, szurkoljatok a csapatoknak, hashtag csapatnévvel lehet szurkolni. Így van. Úgyhogy nézzük a játékot. Na! Elfoglalták a játékosok a szigetet. Milyen érdekes, ilyet még sose láttam. A start körre. Ilyet még sose láttam, igen. Sokan látod, Facebookoznak, mert egy helyben állnak. Igen. Hallod, benn vagyok. Hol? Hát a szigeten. A szigeten. Itt vagyok. Hogy bele mosolyog nekünk. Bekapcsoljuk a hangot, de azért még a militárit tudjátok, hogy kié. Hallgatózzunk egy kicsit. Este kutyakont! Megy az őrület. Valaki esetleg zenét nyom-e? Nem, nincs zene. Az komolyabban veszik egy szakon. Na jó! Kirepülök innen sárgyalatokat. Na nézzük, hogy hogyan mennek tovább. Huszonhét másodperc múlva elkezdődik az utolsó kör! Jesus! Meg lesz az első 10 csapat, aki ott lesz december 28-án a döntőben. Hatalmas lehetőség ez most. Elnézést kérünk egyébként, hogyha az oldal megadta magát. Általában ez sokan, elég sokan nézik jelenleg az oldalt. Hát ez előfordul, azért mutatjuk nektek egyébként itt a streamben is. Na nézzük a repcsit! Jön a repülő!
Jó lenne már végre egy ilyen déltől északra menő. Északról délre nagyon jó. Északról délre végre egy ilyen repcsi. De eddig mindig fenn volt, mindig ez a két alulról, akarom. Alulról jött, meg így oldalról igen, jött igen, eddig, igen. És most végre fentről érkezik a gép. Szevernibe biztos, hogy fognak ugrani. Aha, kékbilderék, talán. Georgopol alapvetően. Arrafele nézek, körbenéz kékbilder, hogy jött még itt valaki, jön még, belátsz valakit, nem? Aha. Oké. Okay. Oké, okay. Hát igen. Arra vagyok kíváncsi, hogy most fodáig hova fognak ugrani? Most is rámenek a militarira? Ők ennyire menők. Most már menő... biztos vagyok benne. Nekik ennyire bejött ez a taktika. Lehet. Muerti kiugrottam megint Milta fele mennek, talán Milta Powerhoz megint. Úgy látszik, hogy nekik ez így bevált. Foda, ott van. Foda! Kiugranak simán a militari. És van egy kifagyott játékosunk. Ó, bassz. Még visszajöhet. Talán még vissza tud jönni, kinek igen. A, kinek a... hát, azt nem, nem tudjuk. Igen. Szerintem. De látszik talán, nem? Ezek meg a listában. Nem. Nem látszik. Várjál már. Lehet, hogy hibát követtünk el? Hogy érted? Igen. Hoppá! Srácok, volt egy kis technical glitch, azt hiszem. Ha jól látom... Nem, nem! Csak ilyen mutatja a spectét. Lát, nem, együtt vannak, jó van, azt hittem hirtelen tudod, hogy a Spectit hülyén mutatja, nem mutatja a csapatokat, de most. Azt most hittem, hogy single-on van. Azt hittem, hogy single-on hagytam véletlenül a szememet. Egy kicsit megijedtem. Jó van, oké, de nem, hála az ének. Huff. Valaki, hát lehet, hogy vissza tudja csatlakozni, aki ott kihullott. Nézd, annyian vannak miért a fele, úristen, mennyire ugrottak. Mennek. Mert ték, most hova mennek? Kicsit megijedtem most, srácok, elnézést kérek emiatt a kis... Itt igen, valaki itt. Hop, headshot punch, Baliz. Rögtön Baliz. Igen. Ja, itt bent. Hát mert leesett és rá is... Pet. Hát ez nem igaz. Ott elkapták a mezőn. Az mennyire gáz. Oh. Szegény. Sajnálom nagyon. És bal fölöntre szűkült. Tudopolban milyen? Itt is... Most ott, megvannak igen. A fix helyek, egyébként Zárkiba ment Cake Builder végül. Azt hittem, hogy Severnibe fognak menni. Severnibe csak végül Boris mesterék jöttek. Boris Meister. Igen, sajnos, hogy még mindig itt van a kifagyott játékos, nem tudom rájönni, hogy ki lehet az. Lehet, Frebsnek a csapattársa az. Igen, egyedül van. Nézzük csak, ki Frebsnek a csapattársa? Szerzetes. Pont szerzetes fagyott ki. Ó, basszus. Pedig nekik még, is még megvolt a hajón. Nagyon-nagyon-nagyon... Hajón. A repcsin. Repülőn. Aha, és utána fagyott ki. Nagyon fontos lenne pedig nekik ez a kör. Hát ha Frebs egyedül majd megoldja. Nézd, ez már nem a frissített, az még nem a frissített, igen. Na nézzük, szerzeteség. De itt van szerzetes, akkor nem tudom mit láttam. Akkor miért mutatja egyedül? Szar a spectét, nem tudom mit. De szerzetes közben leszedett két embert. Muertét leszedi. Basszus. Muertét leszedi, és Szeszkazánt is leszedi. Nem volt fegyverük. Az nem volt szerint. Lehet, oh. Hogy nem volt. Szerzetes elintézi Muertéket. Hát ezen meglepődtem. Ezen most én is meglepődtem egy kicsit. A selejtező nyújtott teljesítmények alapján simán vártuk őket is, a döntőben. Ugye ki is emeltük őket az elején. Hát szerzetes úgy döntött, hogy akkor így kicsit tönkreteszi a játékukat az emberkének. Hát igen. Ez benne van. Igen, az oldal úgy tűnik, hogy kicsit meghalódott. Hát az előfordul, de a pontszámokat mi látjuk. Igen. Ettől függetlenül. Szóval szerzetes és Frebs elintézte Muertéket. Muertéknek vége is van akkor a versenynek ezek szerint. Hát sajnáljuk is egyébként. Azért jó voltak nagyon. Muerték, néztem egy kis streamet, ő is nagyon jól játszik. Tehát ez most nem tudom, tényleg nem volt fegyver, lehet nem néztük. Lehet. A fegyvert, ő meg jött és lelőtte őket. Lehet, hogy úgy volt, igen. Azt erről lemaradtunk most. Fodakonti simán, itt viszont most Lorenzék is itt vannak a military base-en. Nem egyedül vannak itt. Itt lesz egy kis összetűzés. Megvallom egy őszintén. Ez most a saját privát vélemény, nem aggódom. Hát én megvallom őszintén, azért bármi lehet, mert persze, ugye nem számítanak persze, rá, persze, itt bármi persze, lehet. Jön az persze, első szerintem látták, de szerintem látták, hogy leestek onnan. Igen, lehet. Cake Builder szerintem leesett, az egy kicsit sebződött, igen. Hop. Mi volt itt a lövés? Volt valami? Fura hang volt, igen, hát error volt. Vagy csak lőtt egyet valaki véletlenül. Aha, nem track és kopjon Kameskibe. Boris Meister. Ki
Kíváncsi ezek, hol lesz az első ilyen összetűzés. Itt a Militarin biztosan fognak találkozni egymással, a 100%. Patrick és Hawks szedik a lutat. Nézzük meg közben, mi van ebben a dropban. Ami ide esett, na nézzük. AVM? Nem, M24, 8 oroszkó. 8 oroszkó. Szép, és egy bézs kabát. Ez fontos. Tehát anélkül... Hát stílusosan ő. Stílusosan M24-hez, hogy illik hozzá. Stílusosan M24. Tehát, hogy illik hozzá, hogy az is olyan szürke, világosabb, igen, igen. Hát nem hiába a játék tud valamit. Sanyi és Gonzu itt lootolnak, szerzetesei pedig, hát a killük után szerintem örülve tovább mennek a másik Mirtle Powernek a másik részére. Aha. Giorgio Paulba is összefuthatnak a srácok, hárma is lootolja. Giorgio Paul, Barty lő! Megszorozzák, igen. Meg lesz neki? Meg lesz talán. Rezik, nem lesz meg, át tudnak érni a idolát, ez hihetetlen. Durva, ez elején milyen tisztán dörd végre. Olyan szépen darálta, és aztán véletlen elfeszít, vagy hogy nem véletlen elvesztette a tracket egyszerűen. Rezik úgy döntenek, hogy inkább elmennek. Hát, hogyha tovább mennek, ott a droppal találkozhatnak. M24, meg a bézs kabát, fontos. Conte és Foda még mindig nem találkozott Lorenzékkel. Lorenzék viszont úgy néz ki, mintha tovább mennének, úgy döntöttek, hogy tovább fognak menni, hiszen a kör a másik oldalán van a pályának. Lehet, hogy valami járművet keresnek, talán? Lehet. Fodáék még mindig lootolnak, teljesen higgadtan és nyugodtan. Ó, valaki kinokkoltam, úgy látszik magát, vagy legalábbis úgy tűnt. Zombicepszék találkozhatnak Barniékkal, ha itt átfutnak a srácok. Ez majd kiderül kicsit később. 5 másodperc múlva elindul a kék kör. Stratuszék már odaállt vannak a hídnál. Kíváncsiak egyébként, hogy Lorenz team jobbról, Fodáék meg balról fognak-e kimenni, hogy együtt így. Na, igen. Ez egy jó kérdés. Spice-olék és kékvidelék még mindig, nézzük már, hogy milyen lootuk van, mert annyira jól el vannak itt ebbe a zárkiba. Lehet, magadtan. Hogy pont azért vannak-e, mert ott van nála egy Scar és egy mini. Hát igen, ez egy egész jó loot. Kivéve nincs rá mondjuk egy reddotot se. Akkor egy kicsit és Spizornak? Pedig van. Mit van Spizor? S12K meg egy M4 vagy M16? Aha, valószínűleg az lesz az. Jó, hát igen. Ez egy ilyen kis normál loot. Na Fodáék még mindig meg sem mozdultak, tehát jön a kék és akkor... És hát akkor van még ott egy emelet. És akkor mi van? Van még ott egy emelet. Ennyi. Lorenzék már próbálnak szinte, lehet valami csónakot fognak keresni. Biztos, hogy csónakot fognak keresni, hogy úgy próbálnak átjönni. Stratuszék viszont bekempeltek ide a torony mellé talán. Igen, a toronyhoz. Közvetlen a toronyhoz, hogyha jönnek a hídon, lehet, hogy itt valamit szeretnének ők csinálni. Hát ez majd kiderül. A hídon szerintem valószínűleg nem fog jönni senki, kivéve hogyha Fodáék nem döntenek úgy, hogy itt bejönnek. Hát elég türelmesek, szarosszék, akkor összetűzésbe kerülhetnek Fodáékkal, hogyha erre jönnek át Fodáék. Kiderül. Aha. Hát aránylag, nem, azért vannak kint bőven. Nézem, mennyien vannak kívül. A szerzetesek azért odébb vannak, ott átverekedni magad, engem az idő lesz szerintem indulni. Bár ez még az első szűkülés, úgyhogy... Még ez annyira nem öl. Jasznajába. Még mindig megy a lootolás ez erre. Na most fog majd érdekes lenni, amikor ezek bejönnek ide, ezek a srácok. Csokiék jönnek ide borogussal. Szerintem ők itt szépen lootolgatnak. Aha. Lorenzék már most ott vannak, nem sikerült nekik csónakot találni, úgy néz ki. Sanyék fognak itt érkezni a farm fele. Nézzem meg a militarin, hogy kíváncsi lesz. Ja, már van autójuk. Most már van autójuk, most már van autójuk, jönnek át. Staruszék nem várták meg őket, tovább fognak menni. Lorenzék itt maradtak, ők próbálnak itt egy csónakot találni, de... Hát ott egy csónak, na azt el fogják érni simán még. Mielőtt bármi probléma lenne, és a csónakkal szinte lehet megpróbálják oda átmenni DJ Sanyékhoz, és csokékkal futhatnak össze, hogyha ott maradnak. Nem hiszem, hogy másfele mennének a csónakkal, Lorenzék, kizárt.
két autóban mennek, és Conti egy másik irányba, még megnézi ezeket a házakat, és hát ott még valami kis lúk. Hiányzik a gyűjteményben. Még valami hiányzik neki, nem baj, megnézzük. Semmi gond, két autóval külön mennek. Nagyon okos taktika egyébként ez a dupla autós téma, a squadban is ugye több autós dolog. Az egy autóban négyen ülés az nagyon öngyilkosság. A legtöbb esetben. Igen, egyébként nagyon sokszor látom, hogy profi csapatok is két autóval. Persze, külön autóval mennek, mert kevesebb az esély, hogy bármi lesz. Trezékre fog esni egy drop. Hát Trezék nagyon jó helyen vannak, ott jön a drop. Nézzük, rájuk szállt az áldás. Oda néz. M24. Igen, most már M24 van. Mi van ezzel a droppal? De mindegyikben volt M24. Tényleg? Az harmadikban, előzőben is volt. Groza volt, M249, és az egyikben volt M24. Igen, az első ilyenben is. Szerzetetés és Pémáté innen Lipovkából fog jönni. Elmentek akkor Lipovkába végül, ha? Jó. Lorenzék már a csónakba. Mégse ott jöttek fel, ahol én gondoltam. Hol szeretnének? Itt kiszállni és innen? Pedig itt nem közel lett volna az a kör. De mégse úgy döntöttek. Hát furcsa döntés minden esetre. Conték és Fodáék közben be fognak élni szerintem simán. Nem is fognak ott találkozni senkivel. Pocsinkibe Neroxonék még lootolnak. Szerzetes és Pémáté. Nem tudom ki van, hogy szerzetes. Én nem tudom mi van, mi van, nem? Szerzetes. Szerzetes. Kis ATC-t kéne nyomnod le. Lehet, hogy az amúgy azt kéne. Kicsit van pörgetni. Aha, Stradusék még kint a körből. Szépen bejön mindenki, és igazság szerint két ember halt meg összesen? Olybá tűnik. Vagy három. Három ember halt meg összesen. Illetve hát két ember halt meg, mert egy ki van fagyva. Igen. Akkor igen, egy csapat. Vagy nem tudom. Hát most óvatosan, finoman nézik, hogy mi van. Érdekes. Nagyon, most nagyon Flaváék most nagyon érkeznek be Pématék mögé. Hát ez Georgopol, ez egy kemény Georgopol szűkülés. Georgopolralás szűkül a kör. Na itt most ez vicces lesz itt a Ruinsnál. Kíváncsi leszek, hogy ebből mit hoznak a játékosok. Nice King meglátja Fluékat. Aha, nézi is rögtön. Srácok, aki kérdezi, ez az A csoport harmadik, tehát utolsó köre. A mindent eldöntő kör. Flaváék itt kiszálltak. Lőttek rájuk messziről, Pématék, de nem csak ők vannak itt. Mert itt van Bro John. De hol van? Meghalt a te... Meghalt a fivére. Vagy bátyja. És Bro nem, ott van, nem láttam. Azért két tűz között vannak Fluék egyébként, amit nem is tudnak róla, hogy két tűz között vannak. Pedig bizony. Lorenzék itt szálltak ki végül, próbáltak, felugráltak, és itt jönnek be szépen a körbe, hát menni fog az nekik, főleg, hogyha van a híjük. Spizoli közben kilutolták ezt a droppot, meg is van ott az M24 a 8-oroszkóppal. Hát mi lesz Flaváékkal, azt nem tudom. Most végülis Pématékre tudnak onnan a házban lőni, ha ház, de a házban vannak, aha. Nézzék is, hogy a fentről lőtték őket. Figyelik, hogy hol jön. Hát igen, ilyen szempontból már tényleg gyengébb. Autóval mentek el. Hát ez már. Ez nem jött össze, Simán átmennek Máték. Okadják okosan, nem kell mindig balhéjba keveredni. Igen. Conte és Foda feljöttek ide a hegyre. Ez is egy taktika. Hát, hogy van 8-szoros kópjuk is. Ügyesen. Tudnak vele. Valószínűleg van, amúgy én is arra gondolok. Sanyék ott a folyóban. Lorenzék közben beértek. De hamarosan indul amúgy a következő kör másfél perc. Hát ennyi idő alatt ennyit futni lehetetlen. Szóval vagy keresnek valami járművet. Talán meg is látott egy járművet valaki itt szerintem. Jobbra lévő útra. Macuda. Van-e itt nekik esetleg bármi, amivel el tudnának menni? A közelben nincs. Hát ez egy kemény futás lesz itt a Lorenzéknek. Alulról. Zsombi, Cepsz és Hellas érkezik, úgy látszik, hogy megláttak valami Totolulokat. Jesus! Szerzetes? Összeszedem magam. Totolul. Hoppá! A csapattársa lőtte el. Trezi. Őket a 8-oros M24-gyel. Kikacsintott. Hát így kinézett, hogy hello! Hellas jöhet, illetve meg is van. Hellas nagyon szép, már kevesebb, mint fél élete van. És Totulul pedig a másik oldalról figyel. Szépen váltogatják a pozíciót. Nézik a szögeket, aha. Kinéz. Ja, Totulul dobta, igen.
El fognak szerintem innen menni Hellaszék, nem fogják kockáztatni, be is szálltak az autóba. Kontékat nem nagyon veszélyezteti senki, talán szerzeteség fognak talán felmenni, nem biztos. Lorenzé pedig futnak ezerrel, nézd meg. Nyomják, megpróbálják. Nézzük, még 5 másodperc szóval indul, még odaér, viszonylag hát itt amúgy meg, alapvetően megcsíphet őket, de meg nem a leggyorsabb oldalon vannak, ugye, tehát Megfogja őket csípni. Mint hogyha mögéjük érkeznének. Macuda? ebből még lehet valami. Tehát Macuda egyedül van itt szerintem. Egyedül van? Bocsánat, igazad van. Lorenz is egyedül van. Ujjjjjj, na nézzük. Ebből mi lesz? Meglátta! Meglátta! Meglátta, szerintem csak megy irányba. Azt mondod? Igen, megy irányba, nem láthatta meg ott a dolg. Na most fog kiderülni a buli. Hopp! Macuda! Viszlát! Ez a csapattárs. Ó, édes Istenem. Semmi gond. Jani, semmi baj. Nem baj, bele fogunk jönni ebbe, srácok. Elnézést. Fogjuk arra, hogy ez a harmadik meccs és még reggel van. De nagyon beleértük magunkat. Nagyon. Már vártuk az akció, gyerekek. Összezavarod. Annyi baj legyen. Trezi rámegy a droppinyóra. Aha, nem látjuk, hogy mi volt benne. M24, ebbe is M24. Nem áll. Nem, Trezi nem M24, ott groza volt benne. Aha, groza volt benne. Hát azért Trezinél ez a full dropos felszerelés elég menő. Tehát, hogy igen. Egy groza, M24, hármas sisak. Ilyenkor szokott nálam például, nice. Hogy mondjuk én béna játékos vagyok, hogy megvan minden, így elindulok és fejbe lőnek valahonnan. Bendikék találkoznak itt kék bildelékkel. Bendike és Bálint. Bálint, Spice-os kék kerül, bildelék, kerül, két Bálint, gránátot kerül. Dob. Bendike jönnek a gránát. Ez most kié, miért? Kiszedték a kocsit, hogy ne tudjanak elmenni kocsival szerintem. Ja, de hogy gurult? Hát mert meglökte a lökés hullám. Oké. Okay. Tehát mozgott, mondjuk jó. Aha, igen, igen. Kilőtte Flavát. Totolul. Totolul, akkor leszedte őket. Tisztobiszt is megvan. Aha, akkor meghaltak. Totolul elintézte őket. De ebből, hogy mi lesz most? Kékbilder próbál kerülni. Kékbilder szépen csinálja. Nagyon szépen csinálja. De oldalba fognak neki jönni. Bálint oldalba löheti kékbillert. Bálint! Meg is van neki két ünnep, Spice-on vagyok, hogyan reagál erre, oldalba lőtt két embert, meg van neki Bendik és meg van neki Bálint. Ez azért, igen. Na ez jó volt Spice-on, kicsit későn kapcsolt, egy nagyon kicsit nem nézték ezt a szöget, nem, igaz, ez itt olyan ügyesen jöttek át itt a srácok, szerencsésen, nem számítottak erre. De Spice-onra megvan két kill. Mentette a csapatot. Így van. Itt van még Lorenzék, kerültek egy csatába Neroxonékkal, Neroxonnál ott a kar. Thomas, most dobja dob egy gránátot Lorenzékhez. Bejönnek Macuda? Skurizmen a gránáttól. Hajtok, kirepült. Na, akkor viszont nincs ajtó. Kijöttek. Tomaszék erre próbálnak jönni. Van-e itt valami? Fodáék hallották a lövöltés és jönnek a kill. Jönnek a killre. Conti! Megvárja, míg megáll. Megvárja, míg megáll. Conti, ügyesen. Gyönyörű. Megállsz? Nem áll meg? Megáll? Nem fog lőni. Nem fog lőni. Nagyon okosan csinálják egyébként. Nagyon okosan csinálják, ez nagyon-nagyon okosan csinálják Fodáig. Most kicsit visszámeték, talán nem annyira agresszív, a Foda közben elkezdő a lövés, megvan neki Lorenz. Megvárták, hogy kifussanak a mezőre a srácok. Macudát is, talán... Macuda... Na Foda! Megvan. Meg lesz az, megvan. Nagyon szép Conti leszedi. Nagyon szép. Tomaszék közben és Neroxon tovább tudnak futni. Egy perc múlva indul a kör. Tovább futnak Neroxonék, itt jönnek. Surfixen pedig fognak itt átjönni a kis hídon. Át is jöttek. Bárnék lőhetnek rájuk. És Smith, na? Smith? Ott megy, megy! Ó, meg is van neki! Meg is van neki rajtó. Surfixen pedig is eltalálja Barney. De ő megúszta. Igen, meg. Oké. Okay. Bárti érkezik be Maddox-szal. Fodáina, menni kell, Csoki! És Borogusz jön hátulról. Fodáiknak talán gondot okozhat ez a két srác. Nincs, az a baj, hogy Fodáiknak nincs járműjük, nekik nem nagyon futniuk kéne. Hát kell futni, hogy a kör 30 másodperc múlva indul, Foda még lootol, és nem, Csoki. Csoki láthatja meg őket először, de Csokik inkább rohannak előre, és nem érdekli őket semmi. Lehet, hogy jól csinálják a srácok. A Borogusz? Hol? Nem vesz észre. Lent fut. Talán nem fog észrevenni.
Nem trekik. Nem trek az előző győztes csapat, nem trek és kopi. Hát itt egy házba kenik, nekik bejött ez a visszahúzódós taktikus játék. Úristen, mi van itt? Itt mi van ez a hídon? Te jó ég, az múl mennyi ember van itt. Na itt lesz a huncutkodás. Az... És mi? Ráugra... Tehát kijössz, lejönnek. Beleugrottak a vízbe. Nem vette észre Luke? Ja, észrevette és nem akar kimaradni. Aha. De hát aki jön, akkor ez végre. Érdekes lesz, és Neroxonék a másik oldalról érkeznek. És amúgy kilőhető a fejekbúbja, ki látszik nyilván. Lemerül, gondolom. Neroxon. Nem értem jelenleg, mit csinálnak, furcsa. Luki Gonszút megölte. Hogy nem lőttek rá. Luki megölte Gonszút. Kijött a vízből és megölte. Conti és Foda itt nagy... Na, nem lesz egyszerű helyzetben. Most kocsi. Ott a kocsi. Ott a kocsi. Na hát, hogyha itt át tudnak menni a srácok, meg fog őrülni. Viszont Csoki... Tiszta híd. Csokit nézd, rájuk fog. Tiszta híd. Defko között DJ Sanyit lövi. Csoki? Nem lő rá. Heal el. Conték át tudnak jönni, tiszta híd, mekkora szerencséjük van a srácoknak, és át fognak tudni teljesen menni. Medoxékkal fognak találkozni. Merre mennek? Nézd meg, Neroxonék közben Deftkóval végre össze találkoztak, meg is van Deftkó. Lenokkolja, Luki is meghal a Playzone-on kívül, DJ Sanyi próbál beúszni, de az már nagyon fog sebezni ez a kör. Conté és Foda pedig itt érkezik. Keletről. Hát Renyum. És Boris Meister? Érdekes, itt is ment egy kis csata, sokan úsznak. Tehát, hogy próbálnak életben maradni a vízben. Spizert megölték, Sarfeng szempőt, igen, Sarfeng szempőt megölte Barney. Neroxon itt kint van még mindig a körből. Sanyinak végül sikerült bemennie, valahogy felhillelte kicsit magát. Thomas Kodékkal így elfoglalták ezt az egész hidas részt. Na nézzük! Pontesen látta meg, Renyúl meg is van neki a kill. Ezt viszont meghalták Fodáig, rögtön oda néztek, Csokiék érkeznek kocsival. Nézzük, hogy... Rájuk lőnek? Nagyon kevés életük van! És egy se kapta el. Nem. Ne zavarjon meg... Úristen, Csoki meghal! Ne! Meghalt Csoki, kiszállt hamarabb az UAS-ból. De mind a ketten. Igen. De az esélyes több. Annyira kevés életük maradt ezek szerint. Annyira kevés életük maradt hamar. Hát igen, jár így az ember, sajnos ez elég kellemetlen. Márkék itt, hát érdekes taktika minden esetre, hogy itt úsznak. Hát az a víz az legalábbis egy biztos pont. Hát biztos pont, ezt úszás, meg észre lehet venni egyébként, hogy itt úszol, tehát várhatnak rád. Neroxon. A testvérem még harcban vannak. Medox nokkolta Neroxont. Zajlik az élet, Georgokon. Hát zajlik rendesen. Thomas... A bro csapat itt próbál átjönni ide. Érdekes, ezt Neroxont lenokkolták. És Kopi megöl valakit gránáttal. Fodáig közben megint összetűzésbe kerültek Smith-ékkel. Jön a kék. Ők bent vannak a körbe. Smith-éknek jönnie kell. Barney. Nem hagyják ott őket, úgy látom. Be akarják fejezni, mert el kell indulniuk. Be akarja fejezni, ott a kép. Mellé megy. Foda. Foda, de elkapta egy kicsit. Medox közben megölte Neroxont ott a parton, azt tudjuk. Conti. Lövi. Contit lelőtték. Hátulról megölték Fodáékat. Boris Mester és Sixty, és nem figyeltük, hogy felülről jönnek. Leszették Fodáékat. Fodáék, tehát most nincsenek pontszerző helyen. De nem hiszem, de így is bebiztosították magukat szerintem. Elég durva. Ja, nézzük, hogy hogyan alakul tovább. Sixty, ez most meglepő volt. Nem Boris Mester, gyere már be. Igen, csak egy pont ott volt. Hoppá, Boris Mesteriket...
lőnek itt. Le is szedtek ott Thomas egy embert. Dízs be? Na, nem, ott volt a parton, ott volt a parton, azt szedték le. Bátrak, hogy itt kínálnak a parton, egy ilyen város mellett. Az biztos. Le is lőtték, le is lőtték Brojont. Le. Zsombiceps, így. Puff! Onnan házból, bizony. Házból. Hát igen, ez így onnan elég egyszerű. Látja közben Zsombiceps, hogy úszkálnak ott a vízben, többen is úszkálnak a vízben. Márkék fognak ideérkezni, Sanyi hamarabb fog kiszállni a parton. Vajon lelövi-e valaki? Bárni közben lövi Boris mestert. Bárni? Hát próbál itt valami Smith lát közben meg valakit. Igen, Boris mester égez. Velük harcolnak. Eléggé, hát igaz, hogy Smithék vannak jó helyen, vagy ő van jó helyen. Bent van már a körben. Nagyon szerencsék, hogy itt ebben a házakban nincsen senki. Boris mester megint eltalálja Barney. Elég rossz helyzetben vannak itt fent. Hát. Ó, közben itt megy a csata a parton is. Patrik kilövi Benyót. BSK viszont meghallotta ezt, hogy volt ott lövöldözés. Gelenóik vannak még itt. Lövi Patrikot. Meg is van neki a kill. A társa... Hol a társa Patriknak? Hol a társa? Hawks a társa. Hol van Hawks? Nem is látom a közelbe Hawksot. Ott van hátul, a vízben. A vízben úszik. Ez nem lesz meg neki. Ez itt nagyon sokat sebez itt a kör. Stitchizék be is tudtak jönni. Barneyt jól, nagyon lesebezték. Felülről lövik őket. Barney próbál healelni, Smith próbál itt bejönni a házakhoz, ez is nagyon-nagyon jó ötlet tőle. Ott az üres pont, az a ház, nagy szerencséjük van ezzel. Sanyi itt a vízben maradt, nem jött ki, nem trekék közben lövik. Hawks meghalt kint, igen. Hawks már meghalt a vízben. Valószínűleg Stradus is. Totulék találkozta Boris mesteréket, Trezi! Trezi maradt. Trezi is Totulék. Fel tudja szedni? Hát, nem fog oda menni. Fél a gránát, szerintem az a gránát, ha nem dobnak gránátot. Szadusz, igen, kiesett. Most ilyen közel vannak, ott a kill! Totolul! Nagyon-nagyon jó. Megvan a kill. Egyedül maradtak itt fent, most már ez szabad a pálya. És valamilyen szinten, hogyha itt le tudnak futni, nem azt mondom, hogy teljesen takarásban vannak a lomboktól, de azért valamilyen szinten védi őket ez a sok lomb, legalábbis ezektől a srácoktól, akik itt kempelnek ebben a házban. De teljesen, Máték teljesen más fele figyelnek. Akik ellenségeik lehetnek a srácoknak, lerobjék. Ha jönnek lefele, le kell ide jönni. A városban lesz a vége. Piki közben... Bartékat ölték meg. Bartit lerendezte. Így van. Kitisztították azt könnyed a házat. Zsombicepszék is itt. Brokris egyedül van. Popi lő P-mátéra. Aha. Ez most egy ilyen CQB harc lesz így. Ez az, ez most az, ez most itt be kell futni, és itt most rengetegen meg fognak szerintem halni. Ha csak nem, hát igaz, azért mindenki bekempelt a házakba. Ezt akartam mondani. Senki sem maradt kint. Mit te futkározna az utcán? Hát nézd meg, például Brokris nem tudja, hogy ez ott szabad. Zsombiceps is jön tovább. Brokris. Gelenó kopit kiütötte, nem Trek viszont Gelenót ütötte ki. Aha, itt megy a cucc. Meg is hal, azok meg a srácok halnak. Meg fognak halni. Már futnak is a társaik. Futnak is, persze, nem tudnak mit csinálni. A kérdés az, hogy P-Márk és P-Máté hogyan fognak reagálni erre. Bejöttek inkább a házba, nem kockáztatják, hogy tovább futnak. Lerót közben le is lőtték, ahogy mondtam. Kovinyóék, vagy Konyinyóék. Lirót megölte Totolul. Totolul mondott. Igen. Totolulék ott a fa mögött vannak. Kacsi nokkolt a Trezit. Lőnek rájuk. Headshot kárra. Szép. Trezit le is szedték. Trezit le is szedik. Jaja, Karcsi, headshot. Kár 98-on. Karcsik, igen, ők nézik őket. Hát igen, nyílt terep volt valamennyire, igen. Karcsi? Teljesen le tudják fedezni, nézd meg. Onnan nem fognak tudni kijönni. Ott megvan. Megint egy nok.
Karcsi Totolút elkaptam, igen ez a... Közben Konyiót is meglátták és megvan Máténa. P. Máté elkapta. Megvan Máténa. Viszont onnan... Hát Karcsi... Lehet, hogy lekapja őket. Ez egy jó kérdés. Sombicev, Sanyit, Kempelek, Prikiég is teljesen jól el van, ami a következő körben is itt lesz most. Ha jönnek át a srácok az úton, na itt lesz most nagy probléma. Hamarosan indul, 17 másodperc múlva el fog indulni ez a kék kör. Srácok, itt most, ami lesz, ez valami elképesztő lesz szerintem. Ami itt fog történni, ez hihetetlen lesz. Annyi csapat van ez az oldal, és át kell jönni mindannyiuknak a másik oldalra. Kérdés, hogy ki mikor indul, Stradus már megindul, egyedül BSK szerintem meg is látta, őt nagyon-nagyon sneaky-beaky-be nyomja. Nemtrek is előre jön. Basszus, nézd meg. Stradus hátra megy. Meghalott a BSK-t. BSK leszedi Straduszt, Karcsék jön neki, Nemtreket láthatják meg az úton átfutni. De nem, Karcsék a körbe kell jönni, nincs még itt a vaulting system, ez most milyen jó lett volna, most nekik sebződnek. Látják, hogy ott fut a P. Márkék. Rálőnek? Nem, inkább futnak. Megvan, Mátét leszedi, és Karcsi is megvan. Nem fogja felszedni. Nem mer ott kimaradni. Igen, csak Nemtrek ott van fent, és le is lőtte volna. Sanyi ott van bent a házban, Zsombi a háznak a másik részén, tehát ugyanabban a házban vannak. És itt van fent Nemtrek. Márk pedig próbál oda elkúszni. Nemtrek látta, hogy oda befutott Lucky Strike. Lucky Strike. Ott vajon kinézi? Nemtrek sasol, hogy mi újság van. Rászűkült a kör, tehát hogyha esetleg ott marad, a szegény P. Márk még mindig él. Jól döntött Luki, hogy nem szedte fel, mert leszedte volna Nemtrek egy perc alatt. Rászűkül Nemtrekre a kör, és még DJ Sanyinak is ki kell majd jönnie. Zsombiceps lesz, Priki mozdul meg. Nézzük csak Prikit. Bejött ide Nemtrek alá. Zsombiceps kimozdul, mondtam. Elindult a kör. Nagyon durva egyébként. P. Márk most halt meg a körtől. Igen. Ennyien élnek srácok. Ennyi játékos maradt. 5 játékos. És 5 különböző team. Tehát ez a legjobb az egészben. Tehát gyakorlatilag most átmegy szólóba a játék. Szólóba. Sanyi és Zsombi kerültek össze tűzésbe. Igen, Zsombi. Nézett, ment egy gránát. Meghal. Nem, azt hittem. Én is azt hittem. Lefekszik Sanyi! Nincs élete! Luki fog itt oldalra csinálni! Luki! Leszedi Priki Sanyit! Luki leszedi Prikit! És ők ketten maradtak. És közben Nemtrek lelőtte ezt a srácot. Luki gyönyörűen ott így el volt, és így kiírt a Nemtrek dobja a gránátot a falhoz. Ennyi maradt. Ennyi van. Ennyi van, Nemtrek ki tud crowd jumpolni, tehát nem fog beszorulni a házba sehogy sem, ugye rászűkült most a kör. Ők ketten maradtak. Hát Nemtrek egész jó helyen van. Attól függ most ki lő jobban. Luki píkel. Nézzük Luki szemszögét ezt a helyet. Nemtrek meglátja és megvan Nemtreknek a win. Nemtrek és Kopi a második winjük a srácoknak. Nagyon-nagyon szép. Nagyon-nagyon szép játék a srácoktól. Bravo. GG! Totolul is 9-e, 4 kill, szépen nyomta. Nagyon szépen. GG srácok. Nagyon szép meccs volt. Ez is nagyon jó kör volt. Jó volt. Tetszett nekem. Nagyon tetszett. Szóval ez volt srácok a harmadik köre. Az A csoportnak, tehát az utolsó köre. Közben visszatérünk hozzátok. Nem semmi volt. Jó volt, izgalmas. Jó meccseket láttunk itt is. Látjuk, hogy kik azok a csapatok, akik ott vannak a topban. Nemtrekék, hogy másodjára is sikerül nekik a win. Hát GG. Fodáik most is nagyon nyomták. Egyszerűen az a szituáció jött be, hogy nem tudtak. Nincs hol mindenhol személy. Így van, jönnek, így van. Hát persze. De hát ők már az előzőben bebiztosították. Igen. Úgyhogy srácok, ez volt tehát az A csoportnak a harmadik köre. A szünetben
fogjuk frissíteni a táblázatot, és a B csoport első körre előtt lesz egy ilyen kis beírdetés, hogy kik azok a csapatok, akik tehát bent vannak a december 28-ai döntőben. Gratulálunk mindenkinek egyébként. Gratulálunk mindenkinek. Most egy kicsit hosszabb szünetre megyünk el. Nagyjából egy olyan, hát most nem 10 perc, hanem 20 perc szünet lesz. Ugye egy órára van kírva a B csoportnak a meccse, ezért nagyjából 45 körül, igen, nekünk 20 percnek te kevesebb lesz. 12-ről 45 körül fogunk visszatérni. Úgyhogy srácok, köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen rengetegen nézitek a meccseket. GG a csapatoknak. Bravo. És jövünk vissza. Több mint 5000-en itt vagyunk. Szevasztok, nagyon jó. Jövünk vissza a szünet után. Elindítom közbe a számlálókákat. Így. Start. Yes! És jövünk vissza. Jön a music, ahogy megszokhattátok. A vonós négyes. És jövünk vissza az eredményekkel. Szevasztok, köszönöm. És a B csoporttal. Yes! Itt is vagyunk, srácok. Hello. Igen. Az igazság pillanata eljött. Nagyon jó. Megvan a végeredmény, a pontállázat. Tudjuk, hogy meghalt az oldal, ezért elnézést kérünk. A legközelebbi versenyre kibéreljük az Amazont. Hát vagy megvesszük. Az is megvan. Mindegy, szóval elnézést kérünk emiatt, de itt vagyunk, ezért vagyunk itt, hogy mutassuk nektek az eredményt, mert mi ettől függetlenül látjuk. Jöjjön tehát az igazság pillanata, vagyis hogy ki jutott be az A csoportból a döntőbe, srácok, itt lesz. Ott van a Team 200 IQ, az eSport Ready, a Loot Hyenas, Dream Team, Sereda, Strikeok, Trick, I Love You, Fantastic és Reinstate. Ők jutottak be tehát a december 28-ai döntőre. Gratulálunk nekik. A döntősökkel a szokásos Discord szobában fogjuk majd felvenni a kapcsolatot, és minden információra fogjuk őket tájékoztatni, hogy hogyan is lesz ez pontosan ez a döntő. De nagyon gratulálunk nekik, mert remek játékot mutattak. Az a 860 pont kopiéknál az első helyen, az atyaisten kopi, és nem track. Szép. Gratulálunk, srácok. Fodáiknak meg a 24 kill, tehát ez kész. Hatalmas GG, hatalmas játék volt, még egyszer gratulálunk mindenkinek, srácok, aki játszott az A csoportban. Nagyon ügyesek voltatok, nézd meg, szegény Neroxonék 5 ponton múlt. 5 pont, még killbe is ugyanannyi, csak ugye valamelyik körbe kevesebb, 5 ponttal kevesebb ötbet kapta. Egyszerűen hihetetlen. Sajnálom szegény Neroxonékat, de... Mindenki köszönöm. Másnak is egy hatalmas GG, mert nagyon jó játékok voltak, nagyon jól játszottatok. Tehát, hogy a többiek nem vesztesek, mert nagyon jól nyomták. Nem. Bejutottak az elődöntőbe, játszottak egy zseniálisat, jó játékok voltak, jó killek. Tényleg látszott, hogy mindenki komolyan veszi, koncentráltok. Szerintem mindenkinek jár a GG, nem csak a top 10. Hatalmas GG tényleg mindenkinek, srácok.